Üdvözlöm a kedves nézőket! Azért még belepillantottam az újságba, gondoltam, később jönnek péntek délutánban, és a péntek délutánban akkor jön a Pilpul. Azt olvastam az újságban, hogy kik a zsidók partnerei. Az egyik lap, már is mondom, aki magát minek tartja, azt mondja, hogy polgári napi lap, egy egész oldalt közöl, Radnóti Zoltántól, a Mazsihisz rabbutiszteletének elnökéről, erről is kérdezem, ha péntek van és van Pilpul, akkor ő lesz stúdiónk vendége. Meg megkérdezem azt is tőle, hogy mi a helyzet a Trumával, mármint a Trumá heti szakasszal, na persze zanzásítva, mert aki igazán a heti szakaszról fog beszélni, az heti szakaszunk rovatában Darvas Rabbi és Toronyi Zsuzsa. Aztán megkérdezem tőle, hogy Ádár az tulajdonképpen Méri Szimhá. Sok-sok egyéb kérdésem is, ha megnézzük, hogy az idő mennyit enged meg, és már is itt van a stúdióban Radnóti Zoltán, a Mazsihisz Rabbi Testületének elnöke. Miért kell hozzátenni, hogy a Mazsihisz Rabbi Testületének, miért nem az, hogy az országos rabbi tanácsnak a testületének az elnöke? Merjünk kicsik lenni? Köszöntöm a nézőket. Hát én egy rabbi vagyok, de ha van egy címe az embernek, amit a kollégái megválasztották, akkor az újság oda rakta, de nem a pozícióktól lesz valaki komolyabb ember. Van ez a régi vicc, amikor bejön egy új ember a zsinagógába, és le akar ülni, de nem mer leülni, és megkérdez, melyik a rabbi úrnak a helye. Azt mondják, az a rabbi úr helye, ahol éppen leül. Tehát nem az, hogy ki hol ül, szóval, vagy ki milyen széke van. Az, hogy publikálok mind a magyar nemzetben, mind pedig a 24.hu-n felváltva, az azt jelenti, hogy próbálok a politikai paletta minden irány felé elmondani, mi az a zsidóság. Te leírt egy egész oldal, és ember az oldalból kiragadtam egy mondatot, amit untig elég lett volna leírni, és akkor tudom, hogy mire gondol. Következőt írja. Állami pénzből fel tudják újítani a templomokat, zsinagógákat, ám lélekkel megtölteni nem tudják. Ez egy kijelentő mondat itt, nem kérdőjel, nem felkiáltójel. Konkrétan mire gondolt? Arra gondoltam, hogy a rabbiknak a dolga az, hogy házról házra, lakásról lakásra járjanak, a zsidók irányába is megkeressék őket, olyan programokat nyújtsak nekik, amik nem a csiliviliségük miatt lesz vonzó, hanem a lelkiségük, amit pedig nem lehet tényleg semmiféle programmal kiváltani, és ez vagy van valakiben, vagy nincs valakiben. Pedig Ádárban biztos vannak csili-vili dolgok, hisz Ádárban van Púrim is. Miért is Ádár Hodesz Szimhá? Miért is az egyik legboldogabb hónapunk? Ez egy jó nagy kérdés volt. Az egyik oldalon az Ádár... Amikor minden hónapunk egy Szimhá. Kivéve Már Hesván, szomorú vagy keserű helyes, amikor nincsen benne ünnep. Erre a reformok kitalálták, hagyd mondjam el az anekdota kedvéért, mert maga minden tud, ez biztos nem tudja. A nagyon reformok kitalálták azt, hogy Már Hesván semmi öröm, semmi küli benne, és kitalálták, hogy akkor legyen a marcipán ünnepe. Igen. Már Hesván. Marcipán, Már Hesván, igen. Legyen marcipán. Van ez a régi vicc, hogy néz ki egy zsidó ünnep? Ellenségeink ránk törtek, mistesítsél, legyőztük őket, noszor együnk valamit. Szóval körülbelül... Már akkor együnk valamit. Na, jó, tehát visszatérve, Ádár hónap az utolsó hónapja az a tórai évnek, hiszen a Nisszán a következő, most egy csütörtök pénteken van a új hónap, pénteken van Ádár elsője. És gyakorlatilag maga... Amit kihirdettünk csütörtökön este. Amit szombaton kihirdettünk, igen. De azért csütörtökön is említést teszünk róla. Csütörtökön is, pénteken is a reggeli imában, a mindig imában van megfelelő betoldás erről, hogy hál' Istennek a Jóisten a holdat visszaadta nekünk újból, és újból elkezd nőni, és teljessé válni, kicsit nőies szimbólum a 29 napos holdciklusok. Visszatérve a hónapra, ebben a hónapban van Purim ünnepe, az a zsidó farsang, vagy a farsang a világi Purim, ki hogy nevezi. Nagyon egyszerűen a jelszava a fars, a Purimnak. Az a hónap az, amikor az Isten a szomorúságból,
átforgatta a zsidó nép sorsát, pur, ugye sorsvetés azt jelenti, átforgatta örömre, gyászból vigasságra, mert a zsidókat le akarták pusztítani, de Jóisten segítségével nem sikerült, sőt, a gonosz Hámánt és a ő csatlósait és családját akasztotta fel a király. Ezért eszünk Hámántáskát Purimkor? Ezért is eszünk Hámántáskát, tehát ez egy olyan ünnep, hogy a rosszból jó lehet. Azt mondja a Shulchan Aruch, hogy Mishel Niknász Ádár, amikor belép az Ádár, Marvin Beszimchá, kell minél több örömet csinálni, ilyenkor bizniszeljünk, ez sikerrel fog járni, Isten ebben a hónapban ott van a zsidó néppel. Nem minden, nem rátul levegőt vettél, de okkulva a Finali Gáboros interjútból, aki nem tudott szóhoz jutni mellette, most én viszem a szót, de... Szeretném elmondani Rabbi úrnak, hogy minden műsorvezetővel szemben a riportalany akkor szól közbe, amikor akar. Igen, és van aki engedi beszélni a riportalanyt. Tehát az Istennek a jelenléte, az nagyon érdekes dolog, mert Purim egy nagyon szimbolikus kép ebben, mert... Nem is tudtam, hogy ön Finali Gábor rabbi úrnak az ügyvédje. Minden kollégámat védem. A jó Isten az minden elnyomottak pártjára, én pedig próbálom... De ennek ellenére ő nagyon ügyesen megvédte magát. Igen, ugye végignéztem többször is a interjút, és benne ezt a heti levelembe is, mert mind a kérdező, mind a kérdezett ügyesek voltak, tehát éppen ez egy jó interjú volt. A harmadik is nekifutok a mondatomnak, tehát Ádár hónapja, Purim ünnepe egy szimbolikus dolog, mert egyedül olyan könyv a Szentírásban, amiben nincsen benne Isten neve, de mégis ott van valahol elrejtve, ilyen mi életünk is, hogy Istenem találkozunk szemtől szem az utcán, de ott van mégis minden történés mögött. Sőt, annyira a mi ünnepünk ez, hogy a zsidóság legelső, vagy egyetlen könyv a Tórán kívül, amik a diaszpórában játszódik, tehát egy másodpercre játszódik a Szentföldön belőle. Ez egy ilyen nagyon miénk a könyv, sőt, olyannyira, hogy a benne lévő nevek is rólunk beszélnek, igen, mert ott nem Pinchas van, hanem Péter van. Mert a Eszter az nem egy héber név, az Eszter egy perzsa név, Astarte, volt egy szép héber neve, Hadász. Hadász az a héber neve, hogy Hadassza, de volt neki paralel élete, volt egy zsidó élete, a Mordechai nagybácsa, az innen zsidó név, a Marduk, istenségből jövő név. Ez úgy, mint hogy ez valakit ma úgy, hogy Krisztián. Nem egy zsidós név a Krisztián, azért valljuk be őszintén, hiszen a Krisztián nevű zsidóknak tisztelet. Mindemellett, mind a Mordechai, mind az Eszter név egy klasszikus perzsa isten név, amit egyszerűen a minden életükben hordtak, és volt egy zsidó életük. Tehát mindenképpen ez az Eszter könyv, ezért egy fontos történet, nem kell nagyon ragozni, a jóisten a diaszporában lévő, asszimilált zsidókat. Miért nem azt mondjuk, hogy Széfer Eszter, miért mondjuk, hogy Megillát Eszter? Mert hagyomány szerint ez tekercs formátumban kell a mai napig is használni és felolvasni, öt tekercs van a Szentírásban, Hames Megillot, amit öt ünnepen olvasunk föl, az Eszter könyv az a purimi olvasmányunk tekercs formájában. Megillát Eszter Magyarországon, faksimilé kiadásban megjelent, a Kaufmann gyűjtemény egyik reprint kiadása, igen. Amit kóser azt használni? Lehet beolvasni, de áldást nem lehet rá mondani, mert arra lehet áldást mondani Tóránál is, vagy Megillánál is, ami arra a bőrre van írva olyan betűkkel, amit a hagyomány előírt, de ettől olvasni bármit, bárhonnan lehet, mi akár mobiltelefon is lehet olvasni, de a hagyomány szerint áldást csak arra mondunk, ami a originális. Ez egy olyan ünnep, amit készültem a mai beszélgetésre, és megpróbáltam aktualizálni, és azon akadt meg a szemem, hogy a Netilé Kárta kiadott egy közleményt, amiben arra hívja fel hívei egy pacskavilt, arra hívja föl egy ilyen Mao plakátot, mert ők úgy szoktak kiadni, ők nem levelet írnak, nem könyvet és nem újságkérdezést, hanem... Tacepao. És... Azt írták, hogy tartózkodjatok attól, hogy nőnek öltözzetek. Hát ilyenkor beöltöznek a hívek mindenféle farsangi jelmezben. Vajon miért is
tették ezt, miért ez olyan fontos? Hogy miért fontos a Naturae Chartának, vagy a különböző szélsőségesen vallásos csapatoknak az ő dolguk? De azért a tórának, zsidó a tórának, vallásos csapatok. Mennyivel zsidóbb a Avoda Partnál a Naturae Charta? Semmivel. Akkor Avodás a bőr. Ugyanaz. Zsidó-zsidó, ha már így veszünk. Azzal a különbség, hogy ők egész, ők mindig Purimba vannak. Igen, igen. Tehát, anélkül, hogy bántanánk őket. Én nem tudom, hogy most többet is olvasom, hogy nők nevezessenek például, olvastam ilyen fatvát is. A fatva az nem nálunk van, azt ne tessék összekeverni. De most volt több ilyen egymás után, ilyen megdöbbentő dolog. Amit látunk egyértelműen, hogy van egy a vallásos világban egy ilyen nagyon szigor, önmagukra szigorító irányvonal, hogy ennek mi az oka, valószínűleg egyszerű az oka, hogy egyre több kísértés van a világban, és úgy érzik, hogy a szigorításokkal elé tudják venni a kísértéseknek. Most a női ruha felvétel egy tórai tilalomat most felejtsük el, ez ügyben nem a szigorításról szól, a tóra azt mondja, hogy ne vegyél föl női ruhát férfiként, de mindezek mellett a mobiltelefon használata, a tévé használata, az újság használata, ez mind ma már egy egyszerű gyerek. Ha már ruhákról beszélünk, akkor... Egyszerű gyerek, ma már tud bombát csinálni, fegyvert nyomtatni, meg tudja tanulni az egyenségek a kamerától 30 fajta pozitúját a közösülésre, pedig, és tehát mindent meg lehet tanulni a videóból, és azt az ember, hogy hoppá, mindent tudok már. És ezzel azt hiszik, hogy már kész ember vagyok. Ami nagyon komoly probléma egy közösségemből, hogy mindenki lesz, hogy már mindent tud, mert van neki egy Google keresője. Tehát igen, a Google keresővel azért vigyázni kell, mert én az éjszaka éppen mindenféleket keresem, és a végén plüsszentettem egyet, és azt hittem, hogy madárnáthámban, és gyorsan órákat eltöltöttem a Google-t. Egy kicsit lehet, hogy úgy tűnik, hogy szétszórt vagyok, de kaptam egy levelet, amiben azt kérdezi egyik kedves nézőnk, hogy meghaltak a szülei, és ő úgy értelmezi, hogy a hátrahagyott ruhákat a zsidóknál nem illik utána hordani, inkább oda kell adni szegényeknek, oda ajándékozni, de nem megörökölni és hordani. Mi ebből az igazság, vagy valami legendáról olvasott a kedves néző? Nincs ilyen, tehát lehet nyugodtan hordani, tehát ez nincs probléma. Nincs ilyen hagyomány. Azt, hogy odaadni valakinek, hogy adományt adni, az egy nagyon szép dolog, tehát vannak adomány szétosztó szervezetek, de ezzel nincs probléma, tehát lehet nyugodtan hordani, ezért azt, hogy babona lehet. Zsidók lehetnek babonásak is? Érdekes, az újvári-féle zsidó lexikonban babona szócik, egyik leghosszabb szócik, mert a Újvári Péter leírja 1923-ban, nem tudom, mikor pontos. Igen, 20-valahányban, hogy mik a zsidó babonák, fősről 50 darabot, és azt mondja, na mi ezeket nem csináljuk. Hát most mondok, tehát mit tudom én, mondok ilyet példát, hogy mit tudom én, ha valahol bemegyek, akkor le kell ülni oda, és utána megyek csak ki, meg mit tudom én, nem szemmel verek valaki. De minden, de nagyon jó kis szokásokat ír le, ami a klasszikus ortodox szokások, az ilyen időnként egy babonás hogy szokások, ami a zsidó népnek a része volt a babona. Tehát aki egy zinger regényt elolvas, Iszák Basai Zingert, abban egészen babonákról szól, hogy merre állunk, miért állunk arra, mi történik, minden. És egy tök jó részei a zsidó hagyományok a babonáink. Tehát, akkor most ugorjunk vissza a mi Púrumunk, az Adár Havára és abba Púrimra, Megillát Eszterre és a Vigadó közösségre. Az is írva van, és ez nem babona, ezt most már olvastam, hogy pár pohárkával inni kell, és meg kell részegedni. Mire gondolt az írás? Mit jelent az, hogy megrészegedni? Nem azt mondja, megrészegedni, azt mondja, addig így áll, összemkevered azt, hogy áldott Hámán és átkozott Mordehály, tehát a növeket összemkevered. Hát mindenképpen a Purimról azt kell tudni, és ugye van még két hetünk Purimig, pont mához két hétre azért van. Azért beszélünk ma már. Van 5 darab parancsolat. Halljuk. A bölcsek elrendeltek, és bár egy posztbiblikus ünnep, de azt mondták, ezek a micvák ugyan fontosak, tórába volnának. Azt mondja, hogy Purim, Jom Kipurim, amint Jom Kipurim fontos. Oké. Kell
adni Schlachmonest. Mi Schlachmonest? Hát tetszik, földezet készülni bőle. Schlachmonest azt jelenti, két barátomnak küldök legalább kétfajta azonnal fogyasztható ételt. Lehet, hogy bor, narancs, süti, mit tudom én, alma. De kétfajta ételt becsomagolva és elküldöm neki. Ez nem a mi szociális érzékenység. De nagyon, ez nagyon fontos, szociális érzékenység. Tehát nem kell sorba állni azért, hogy az ember kapjon egy jó falatot, elküld, hanem az örökké való gondoskodott róla, hogy... Igen, általában a hölgyek csak 30 csomagot is osztogatják szét, kis kajákat. Kettő. Most jön a másik, a szociálisabb érzékenység, a matanot laevionim. Azt jelenti a pénzadomány a rászorulóknak. Itt azt mondja, a hagyomány egyértelműen cash. Nem lehet ilyen ruha, meg ízé, meg hozé. Itt pénzt kell adni, azt mondják, aki Purimkor tőlem pénzt kér, annak adni kell. Ilyenkor voltam, Izraelben laktam. Kedves nézőim, tessenek odafigyelni. Mindenki, aki rászorul Purimkor, két hét múlva van Purim, elmenni például a rabbi úr körzetébe, habár ilyenkor vándorzsidót játszanak, és 3-4 körzet összeáll, mint a minap is, az újhold hirdetésére, és akkor tessenek oda menni és kérni, tuti, hogy fognak kapni. Igen, ez egyébként van egy szokás, hogy a pénzeket, ha már nincsen rászoruló, ez úgynevezetően 3 tányérbe összegyűjtik, és 3-szor fél sékelt adnak valami nemes célra. Ez amíg a szentély volt, eddig addig a szentélynek a restaurálására költötték, a bedekhabájt magyarul. Idén mi ezt a 3-szor félsékelt, amelyik 3 céltámogatás, ugyanúgy a közösségünk, átadjuk egy alapítványnak, el lehet mondani melyiknek? Ez. Azt az alap, mert nem fogok itt reklámot csinálni. Amikor szegényekre van szó, akkor ez nem hirdetés, ez csak dolgok. Amíg te sem ismer szerintem, mert van egy alapítvány, aki a világ jámborait támogatja. Kedves nézőim, tudják, kik a világ jámborai? Elmondom gyorsan. 1953-ban az izraeli parlament, a Knesset hozott egy törvényt, létrehozta a Yad Vashemet. A Yad Vashem az a szervezet, aki az egyiptomi kivonulás idején ugye volt olyan, hogy emlékezni és emlékeztetni, ezt adoptálták a II. Világháborúra, a Shoára. Emlékezni és emlékeztetni, és azoknak az emberek, akik az embertelen időkben is emberek tudtak maradni, és segítettek megmenteni embertársaikat, még ha zsidók is voltak, főleg azokat, azoknak ez szerint a törvény szerint egészségügyi ellátás, és minden, ami ahhoz kell, hogy egy ember életbe tudjon maradni, meg kell adni. Tehát ezek ők a világ jámborai, akik minket megmentettek, és tudják, aki egy embert megment, az egész világot megmenti, hála Istennek többen voltak. Ezek a nem zsidó emberek, ezért kockáztatták azt, hogy zsidókat mentsenek, és ezek ugye ma, ez volt 70 éve már, ezek ma már 90-es emberek, rászorulnak sokan támogatásra, és idén a Bécsi Zsoga a befolyó adományokat ennek alapítványnak utalja át majd. Hát ez második. Ez volt a második. Az első volt a Schlachmonest, a második a pénz. A harmadik, amit tetszett mondani, a miste, a lakoma. Enni, inni, örülni, ennélkül nehéz. Egy kis borocska, egy kis husika, egy kis vigasság. Van egy jidis mondás. Ugye mielőtt a jidis mondást meghallják, ha ránézünk a rabbi úra, akkor a héber nyelv azt mondja, hogy ne entán. Nentán ez egy fogalom, ember, aki élvezi az örökkévaló adományát. Jól eszik, jól iszik, jól alszik, jól tanul, jól olvas, jó ruhákba jár, akkor nézzük, hogy igen, hogy is eszik jókat. Nem, azt mondja, így is mondás, hogy Purimkor mindenki annyit iszik, amit akar, de Purim után mindig emlékeznek arra, hogy ki volt részeg. Szóval, tehát azt kérdem, hogy a micve nem azt jelenti, hogy bekerült, mint az állat, az, hogy enni, inni és örülni neki. 3, van még gyorsan 2, mert látom, elraktuk a papírunkat, kell Tórát olvasni, és megemlékezni Amálék történetéről a Tórában, mert a Purim és Amálék az a kapcsolat, hogy a Amálék itt a csapatok, ezek a tisztességtelen háború, a hátba támadás szimbólumai, a zsidókat az esetben Perzsiába hátba támadták, hisz a fegyvertelen zsidó nép ellen szervezett pogromot, az a 4. és 5. pedig, hogy az imában reggel, délután, este
egy betoldást el kell mondani, Álha Nisszín, Vála Niflaot, és akkor ez az a csodálkozó adatekér. És igen. Akkor ez az a pillanat, amikor arra kérem kollégáimat, hogy míg mi itt búcsúzkodni készülünk a rabbi úrral, addig találjanak nekünk a YouTube-on valami olyat, hogy Púrim. Így is kell leírni, mint ahogy kiejtjük. Púrim. Valami jó púrimi nótát, biztos Tamás talál nekünk valamit. Tehát világos, hogy milyen micvákat kell tennünk, világos, hogy vigadnunk kell. Rá kell készülni, a sztorit ismerni. És nem mondtam a legfontosabbat, a bónuszt, Eszter könyvét föl kell olvasni. Tehát azt mondja a maga Eszter könyv, hogy ez a történet ne vesszen ki Izrael történelméből. De 2500 éves sztori, évről évre elmondjuk, ugyanaz a napon itt, Jeruzsálemben másnap, egy nappal később. De a sztori ne vesszen el, mert az, hogy Jóisten ott van a zsidó nép mellett, egy nagyobb mélységben is ezt a gyerekek tanulják meg és játsszák el. Arra gondolt, hogy megúszza. Ennélkül a kérdés nélkül, amíg kollégáim keresik a púrimi nótát, mi az a Susán Purim? Susán Purimnak hívják. Susán, az mondjuk Szúza, egy város volt, Perzsia a fővárosa, Susán Habira, így mondja maga ezt a könyve, ahol egy nappal késő volt a Purim, és azt mondták a rabbik, hogy azok a városok, amelyik Józsué korában, tehát akkoriban nagyjából várfalva voltak körülvéve, ott a Purim egy nappal később van, Szentföldről beszélünk, tehát nem Kínáról például. Tehát akkor Jeruzsálem, Jerikó, azt hiszem Askelon, nem tudom, tehát van pár város, ahol legyen. Tehát mondjuk izraeliek is tudnak Purim túrát csinálni, megcsinálják a Purimot egyik nap Tel Avivba, ott jól berúgnak, másnap meg Jeruzsálemben is berúgnak egyszer. De mindenképpen ez egy olyan lehetőség a gyerekek irányába, utolsó mondat, hogy el lehessen játszani. Utolsó mondat búcsúzás előtt, kedves nézőim, tessenek figyelni, és ma már nem kérem, hogy küldjenek SMS-t, mert közeleg az ünnep. Tudják önök, hogy mi az a rásán? Válaszokat nem látom. Akkor most a rabbi úr elmondja, hogy milyen kellék is az a rásán. Rás, én tudom, hogy a rásán. A rás azt jelenti, hogy zaj. A rásán zajkeltő, tehát magyarul kereplő. Van egy hagyomány, szinte egy babona, tessék a babonákról, hogy ezen gonosz emberek nevét ki kell törölni az ég arról, és akkor fölhangzik Hámán neve, Hámán ben Hamdata Agagi, ez a teljes neve, tehát Hámán a fia Agágtól származó, akkor stb. Igen, hogy a neve is törlődjék ki, ez egy bájos történet, de a gyerekek imádják, Kedves nézőim, tehát tudjuk mi az Susán Purim, tudjuk mi az, hogy rásán, tudjuk az, hogy jön a sabát, heti szakaszunk a trumá, szinte mindent tudunk, most már csak be kéne tartani, és talán a mesiás is jönne, engedjék meg, hogy Sabbat shalommal búcsúzzak önöktől, de önök még maradjanak, a rabbi úr is elbúcsúzik önöktől, és utána a kollégáim jönnek egy gyönyörű púrimi dallal, mert Purim az a Szimhá ünnepe is. Igen, és mindenkinek Sabbat shalomot, van még két hét Purimig, így nézzük át ott a történetet, egész három oldal olvassuk el a Bibliából, Eszter könyvét, illetve a mostani Truma szombatjára, ami adományokról szól. Ekkor is menjünk a zsinagógákba, és olvassuk el, hogyan épült föl a Jeruzsálemi, a pusztai szentély, majd a Maftírból, a profétai részből, Salmon király történetében, hogyan épült föl a Jeruzsálemi szentély, és még egy mondat, az a fejeződi be, az a mondattal a egész történet, ami ráírtak a Dohány utcai zsinagógára, arszpolitikaként be Asuli Migdás, be Sakhanti Betokám, és az nekem szentélyt, közöttek lakozhassak, azaz a zsidó népnek, be kell engedni önmaga köz a jó Isten, ez a mi mert dolgunk. Minden zsinagógára rá van írva valami, így a Dohány utcai zsinagógára is, és akkor Tamás segítségével már is jön a púrimi dal, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.